Mi igyekeztünk olyan mondhatni réteg kulturális csemegét a város fiatalsága számára elérhetővé tenni, mint a népzene, a jazz. És ami még a pályázatokat illeti, meg kell, hogy említsem, hogy a kulturális alapítványunkon keresztül, hogy ez mennyire önerőből szerveződik, mert mi Bélával egyik pályázatot írjuk a másik után, ahova csak lehetséges, ugyanakkor a gyerekek a saját zsebükből is hozzájárulnak, tehát a kulturális alapítványra befizetnek. Ez mindenféleképpen nagyon is értékelendő és méltányolandó tett részükről. És ami egy nagyon fontos momentum, hogy nálunk minden ingyenes. Tehát gyakorlatilag nem kell belépőt fizetni, külsősök is jöhetnek, bárki a városból, tehát ismerős, barát, szülő, és a föl, tehát amit a teát felszolgálunk, azért se kell fizetni, tehát korlátlanul lehet teát fogyasztani, úgyhogy gyakorlatilag ilyen értelemben egy abszolút non-profit vállalkozás, vagy inkább profitemésztő, és ezért nehéz lenne mondjuk ezt még tovább bővíteni, vagy tehát sűríteni ezeket a programokat, hogyha nem kapunk megfelelő támogatást. Vannak olyan kollégisták esetleg, akik a suli elvégzése és a kollégium elhagyása után is visszajárnak ide? Vannak, vannak bizony. Rendszeres látogatók itt. Ha nem is tömegesen, de mindig akadnak. Akkor ez a teabár, ez megfertőzi az embereket egy kicsit? meg szerintem a maga hangulatával, az ingyen teával és a gyertyával jó közeget biztosít itt. Beszélgetésre, ismerkedésre, kellemes kikapcsolódásra.